Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk egy következő videóhoz, egy sütős, főzős videóhoz megint. Ahogy látjátok, még mindig itthon vagyok Hódmezővásárhelyen, és küldetésemnek érzem, hogy amíg itthon vagyok, én főzzek, mivel édesanyám dolgozni van Sanyi lovardába, mindenki csinálja a dolgát, úgyhogy arra gondoltam, hogy én is kiveszem a részem a feladatokból, úgyhogy ma is rajtam áll a főzés, és a mai napon arra gondoltam, hogy csirkecombot fogok készíteni egy kuszkuszos zöldséges salátával, és csak hogy az információ teljes legyen, ezt a videót is a Podravkával közösen hozzuk nektek, úgyhogy lássuk is, hogy pontosan miről fog szólni a mai videó, és mi lesz a mai ebéd. Ahogy látjátok, mondtam már, itt van nekünk a csirkecombunk, ez egy csomag csirkecomb, tudjátok, amit csomagolva tudtok tálcán venni. Itt van a kuszkuszunk, ami egészen pontosan másfél cup, tudjátok, vannak azok a kis cup mérők. Gramra pontosan nem tudom, hogy mennyi, de természetesen ez attól is függ, hogy mennyi salátát szeretnétek készíteni. Oldalra félre van nekem téve kettő csomagolt saláta, ugyanis nagyon lusta vagyok, tudom. Csomagolt salátával fogunk dolgozni. Van még egy kis paradicsom, uborka, és ami nem maradhat el, kukorica. A fűszerek, amiket ma fogok használni, az egyik az a Vegeta Natur zöldség fűszerkeveréke. Imádom salátákra szórni, kuszkusszal szerintem elképesztően finom lesz. A csirkéhez pedig mi más használhatnék, mint a Vegeta Natur aranybarna sült csirke fűszerkeveréke. És most, hogy mindezt megbeszéltük, szerintem kezdjünk is hozzá. Ahogy itt láthatjátok, sütőzacskóban szeretném elkészíteni ezt a csirkecombot. Talán így szeretem a legjobban, a végén természetesen rá fogunk grillezni egy kicsit, de ezt tartom a legjobb módszernek, így marad a legszaftosabb a csirke. Mivel a csirkének kell a legtöbb idő, ezzel fogunk kezdeni. Elővettem még sót és borsot is, ugyanis akkor lesz a legfinomabb minden hús, hogyha jól be van ízesítve. Ajánlom egyébként, hogyha ti is szeretnétek főzni akármikor, készítsétek elő a hozzávalókat, ha nem is tányérokra feltétlenül kipakolva, de legyen minden viszonylag egy helyen, hogy ne kelljen ugrálnatok ide-oda. És most jöhet az a rész, ahol biztosan mindenki ki fog nevetni, de gumikesztyűben fogom be sózni, illetve fűszerezni a csirkecombokat. Kérdés, hogy miért zöld ez a gumikesztyű, egészen jogos, de fogalmam sincs, édesanyánál érdeklődjetek. Első lépésben eloszlatom a tányéron a húsikat, és legelőször mindet besózom. Miután a só megvolt, jöhet egy kis bors. Lehet, hogy így soknak tűnik, amit ráteszek, viszont majdnem egy egész kiló hús van itt előttem, úgyhogy higgyétek el, nagyon jól be fogja szívni. És következőnek jöhet az aranybarna sült csirke fűszerkeverékünk, ami ugye ez az egész tasak van egy kiló húshoz. Úgyhogy majdnem az egészet rá fogjuk tenni. Egy kicsit belenyomogatom, megpróbálom bedörzsölgetni. Szeretnénk, hogyha rajta maradna, nem teregne le róla az egész. Majd amikor az egyik oldallal meg vagyok, megfordítom őket. És csak a sült csirke fűszerkeverékkel beszórom alulról is. Egyenletesen eloszlattam mindegyik combon, egy nagyon kicsi maradt még ki, viszont az pont annyi, amennyi hiányzik az egy kilóhoz. És akkor egy alapos kézmosás után jöhet a zacskónk, amit egy kis gondolkozás után rögtön a tepsibe fogok beletenni, és szépen egyesével, nem túl egymásra pakolva elkezdem behelyezgetni a kis csirkecombokat. Menet közben megjött a kedvem egy kis hagymához, úgyhogy arra gondoltam, hogy 4-5 gereszt fokhagymát, illetve egy fej vörös hagymát viszonylag vastagabb, rusztikusabb darabokra vágva rá fogok szórni a csirkecombokra. Megpucoltam a fokhagymákat,
fokhagymát, és mivel nem szeretnénk a fokhagymának azt az erős ízét, inkább csak az aromáját, ezért nem fogom összevágni, ugyanis minél apróbbra vágjátok a fokhagymát, annál erősebb, csípősebb, intenzívebb lesz az íze. Úgyhogy egészen egyszerűen, csak egy kicsit a késnek lapjával összenyomom, összetöröm. Majd ezeket az összetört darabokat beszórom a csirke mellé. A vörös hagymát pedig, ahogy már mondtam, vastagabb, rusztikusabb darabokra felvágom. Szétbontom a kis zsírünket, és ezeket is beteszem a csirke mellé. Majd, ha ezzel is kész vagyok, bekötöm a zacskót. És ami nagyon fontos, hogyha sütőzacskóban sütök, mindenképpen lyukasszátok ki a tetejét, ugyanis bent gyűlik ugye a gőz, a hő, ami felfújja a sütőzacskót, és hogyha nincsen kiukasztva, akkor egy hatalmasat fog robbanni. És ezután jöhet a sütő, amit 200 fokon körülbelül 45 percig kell sütni. Ezen a sütőn is, és az otthoni sütőnkön is van egy konkrét csirkecon funkció. Én mindig azt szoktam használni. Program beállításakor teszem be a sütőbe, tehát hideg sütőbe teszem be. Azzal a sütővel együtt fel fog melegedni ugye a csirke, és a felmelegedés után pedig 200 fokon fog még sülni körülbelül egy fél órát. Alulról a második rácsra teszem be, és indulhat is. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor előveszek egy kis közepes lábast, amit fel fogok önteni vízzel. Azt hagyom, hogy felforjon, és bele fogom tenni a kuszkuszt, amit készre főzök. És ahogy látjátok, a kuszkuszt már el is kezdtem főzni, és a kukoricára közben kitaláltam egy nagyon jó megoldást. Nem szerettem volna csak simán beletenni, szerettem volna valami kis csavart hozzáadni. Ahogy látjátok, hozzáadtam egy kis chili paprikát, és egy nagyon picit megkirítom, hogy egy kicsit barbecue-s íze legyen. Ahogy látjátok mögöttem, a csirkének még 25 perc kell, hogy elkészüljön, a salátát pedig közben összeállítom. Itt van a két csomag saláta. Szeretnék beletenni uborkát. Ha egészen őszinte szeretnék lenni, az uborkát nagyon szeretem mártogatósnak és szendvicsen, viszont salátában valamiért nem a kedvencem, úgyhogy egészen kicsi kockákat fogok belőle vágni. Salátában szerintem a koktél paradicsom a legfinomabb, úgyhogy ma is azt fogok beletenni. Ezt viszont csak félbe fogom vágni, és a legvégén fogom csak beletenni a salátás tárba, ugyanis nem szeretném, hogyha a keverésnél majd összetörne. A paradicsomot most félre is teszem. Előveszek egy tálat, amiben fog kerülni több magolaj, a legfinomabb salátaöntet a világon. Majonéz, mert imádom a majonézt. Vegeta Natur zöldség fűszerkeverék. Kicsit több, mint a negyede. Körülbelül 2 csipet só. És 1 csipet bors. Hogyha ezzel meg vagyok, egy villával összekeverem. Majd ráöntöm a salátánkra. Megint csak lehet, hogy soknak tűnik, de hozzá fog jönni még az egész kuszkusz. És a kuszkusz azért egy szárazabb köret, úgyhogy szükség van valamire, amitől egy kicsit. Nem akarom azt mondani, hogy nedvesebb lesz, hát értitek, hogy mire gondolok. Elkezdem összeforgatni. Ilyenkor derül ki, hogy mindig lehetne nagyobb az a salátástál. Jöhet a kukorica. Jöhet a kuszkusz is, ami jó kérdés, hogy hogy fog beleférni a tálunkba, ugyebár. Jöhet a kuszkusz is, ami jó kérdés, hogy hogy fog beleférni a tálunkba, ugyebár.
Egész szépen sikerült elkeverni, és végül, de nem utolsó sorban jöhet a paradicsomunk, amit csak nagyon óvatosan éppen, hogy beleforgatok. És ezzel a salátás köretünk el is készült. Már csak negyed óra, és a csirkecomb is készen van. És ahogy látjátok, a csirke is elkészült, édesanyja közben hazaért, úgyhogy ez a kész ebéd, kíváncsi vagyok, hogy mit fognak hozzá szólni. Remélem, hogy tetszeni fog nekik, mindenképpen jelezni fogom nektek is, hogy mi volt a visszhangja a kis ebédemnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Természetesen, mint mindig, hogyha kipróbáljátok, akkor most is jelöljetek meg minden képen, küldjétek el nekem privátban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy ízleni fog. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!